és tegnap lépett jégre először Norvégia, szintén Szlovákia ellen, ők viszont 3-2-es vereséget szenvedtek büntetők után. Piros mezben a norvég válogatott és fehérben a magyar csapat. Kasparics újra, és ez sincs bent. Kiállítás lesz viszont, és ott a magyar gól. Horváth ért bele. Krejszen ma ért bele a középretett korongba. Megvan a vezetés a magyar válogatottnak. Már emelték a kezüket a játékvezetők, kiállítás következett volna. Nem jó a visszatett korong, és ezzel lehet fordulni. Érkezik a támadáshoz Haley Williams is. Jókai Szilágyi viszont egyedül fejezi be. Megvan a második találat. 54 másodperc telt el a harmadik harmadból, és Jókai Szilágyi azután, hogy Szlovákia ellen is gólt szerzett, Norvégia kapuját is beveszi. Hauk Hansen továbbra is 6-5 elleni játék, és üres a norvég kapu, Gasparics pedig megcsinálja a cselt, és végig fogja ezt vinni, eldönti a mérkőzést, Garát Gasparics Fanni góljával 3-0, és most már kijelenthetjük, hogy a magyar válogatott Szlovákia után Norvégiát is le fogja győzni. Innen jön majd a folytatás szombaton és vasárnap, a norvégok pedig keményen harcoltak, és a tegnapi Szlovákia elleni vereség után, bár ma is vereséget szenvedtek, de bizony kemény ellenfél volt a norvég válogatott.